Hello, SVA News, Turod Szirihardal. A legfőbb hír ezúttal az, hogy ezentúl ott lesznek a kommentek között a hírekhez vezető linkek is. SVA. A klímaaktivisták elzártak egy hidat Mainzban és odaragasztották magukat hozzá. Az Utolsó generáció nevű formáció néhány tagja úgy zárt le egy hidat Mainzban, hogy odaragasztották magukat az úthoz, ám az egyik szellemóriás közülük homok és szuperragasztó keverékét használta, ezért a keze körül fel kellett törni az aszfaltot, és azzal együtt szállították be őt a kórházba. Tehát az út egy darabjával a kezén. Na most szerintem ott kellett volna őket hagyni és hidat építeni föléjük, de minimum kifizettetni az útbontás, a lezárás és a kórházi kezelés költségeit, mert gyanítom, hogy még Németországban sem fedezi a TB, hogyha direkt odaragasztod magad az aszfalthoz. A rendőrség még vizsgálja azt, hogy rájuk lehet-e terhelni a költségeket. Ha tényleg ilyen az utolsó generáció, akkor nem is akkora baj, ha kipusztul az emberiség. Bild. München megtiltotta a klímaragasztós tüntetéseket. Münchenben január 8-áig megtiltottak mindenféle tiltakozást a témában, különösen az utakon, veszélymegelőzési okokra hivatkozva. Veszélymegelőzésre abban az értelemben gondolom, hogy nehogy kiszálljon egy autós baseballütővel a kezében, és azzal próbáljon segíteni elválni nekik az aszfaltól. Science and Stuff. EctoLife 2. Bemutatták a világ első mesterséges anyaméhének koncepcióját. A tervek szerint évente 30 000 baba jöhetne így világra, a leendő szülők pedig egy okostelefonos applikáció segítségével figyelhetnék meg gyermekeik fejlődését élőben. Tulajdonképpen eljutottunk odáig, hogy női testre már nincs is szükségünk, és arról már korábban ugye volt szó, hogy egyes nők szerint hamarosan férfiakra egyáltalán nem lesz szüksége az emberiségnek. Ha belegondolok, hogy a kihordással megtakarított időt mennyi hasznos dologra lehet fordítani, például arra, hogy az ember odaragassza magát az aszfalthoz azért, hogy ne pazaroljunk el ennyi energiát, mondjuk arra, hogy mesterséges módon hordjunk ki gyermekeket természetes út helyett, és aztán különféle ritka földfémekkel működő okostelefonjaink kijelzőjén tekintsük meg az ő fejlődésüket, hát nem is akkora baj talán, ha ez az utolsó generáció, azt hiszem. Reuters. Marokkó és Franciaország szurkolói összecsaptak a rendőrökkel Párizsban, a világbajnokságon aratott győzelmek után. Marokkó Portugáliát, Franciaország Angliát küldte haza a foci VB-ről. A franciák aztán a marokkóiakat is haza akarták küldeni, de utóbbiak emlékeztették őket, hogy nem ők gyarmatosították Franciaországot eredetileg, hanem ez éppen fordítva történt. A rendőrség könygázgránátokkal segítette az emlékezést, és így könnyek közborulhattak egymással hazai pályán. Gizmo China. Megjelent a Huawei Vision szemüveg 120 üveges mikro-OLED virtuális képernyővel. Tehát bárhol is van az ember, ennek a szemüvegnek a segítségével a térben maga elé tud helyezni egy 120 üveges OLED tévét. Ez azért jó, mert az OLED-be bele tud égni a csatornalogó, egy ikon vagy egy menü, szóval ezután majd az ember retinájába vagy a szekrényébe fog beleégni a Muzsika TV logója. Csodálatos. Euronews. Az EU védelmi készletei majdnem üresek a kiadások növekedése ellenére, figyelmeztet Borrell. Milyen szerencse, hogy az EU nem egy katonai szövetség, figyelmeztetek én? TASZ. Vučić 2. Pristina december 15-én kérni fogja az EU tagságot, megszegve a washingtoni megállapodásokat. Most már hónapok óta mennek egymásnak a szerbek és az albánok olykor-olykor, és hogyha ebből még sokkal komolyabb dolog lesz, akkor az úgy hiányzik nekünk, mint egy újabb járvány. Csak hogy az alapokkal is tisztában legyen mindenki, Koszovó eredetileg Szerbia része volt, és a szerbeknek ez olyan, mint a magyaroknak Erdély. Csak ahogyan Erdélyben a románok, úgy Koszovóban az albánok kerültek idővel többségbe. Több gyerek született, bevándoroltak, mit tudom én. Na, hát a nyugat segített leválasztani ezt a részt Szerbiából. Szerbia ezt nyilván nem ismeri el, de be szeretne lépni az EU-ba. Koszovót nem engedik a nyugatiak egybeforni Albániával, hiába van Koszovóban albán többség. Ezért csinált ebből egy külön országot. Erre mondja most azt Vučić, hogy beszeretne ez is lépni az EU-ba. Ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy miközben nyugati katonák voltak Koszovóban, kiírtak egy népszavazást arról, hogy akarnak-e maradni Szerbia részeként, vagy ki szeretnének belőle lépni. Mintha Krimben és más ukrán területeken is történt volna valami ilyesmi később, csak ott egy másik hadsereg volt, várjál. Elfelejtettem, hogy melyik. Ukrajinszká pravda. Az EU tanácsa Magyarország vétója ellenére 18 milliárd eurós csomagról döntött Ukrajnának. Ez a 18 milliárd euró, ez 10 éves türelmi időre került Ukrajnához, vagy kerül majd, mert hogy még az Európai Parlamentnek ezt jóvá kellene hagynia, de ne legyenek illúzióink. Csodálatos történet, hogy miként lesz az Európai Unióból egy olyan kofidisz, amelyik tudja magától is, hogy ezt a zsét az életben többet nem látja, viszont még erre is hitelt kell felvennie, mert most éppen nem úgy áll anyagilag, hogy csak ezt így lazán kirakná a zsebéből az asztalra. Pedig 18 milliárd euróból azért fel lehetne újítani egy-két olasz, vagy tudom is én, bolgár rendelőt, és le lehetne cserélni egy-két ablakot és hajtót Magyarországon és Lengyelországban, és talán azokon a helyeken, ahol ez jellemző, Romániában sem kellene kijárni a kertbe többé budira, de ezek szerint Ukrajnában ez a pénz ez jobb helyen van, ott majd vesznek belőle Toyota Cruisert, meg terepmintás Gucci felsőt. Ez lesz. És mindezt úgy sikerült összehozni, hogy az örökrenitens Magyarország, hát erre azt mondta, hogy inkább saját zsebből kifizetné, mondjuk azt nem tudom miből, de hogy saját zsebből inkább ezt a pénzt kifizetné, csak hitelt ne kelljen rá felvenni, mert azt majd egyszer vissza is kéne fizetni, úgyhogy inkább azt nem szeretné. És erre mondta azt a többi, hogy nem, hitelt fogunk felvenni. És a vétó ellenére megcsinálják, az milyen jó, nem? Nemrég meg, amikor Románia és Bulgária szeretett volna csatlakozni a Schengeni övezethez, akkor 2 vétó elég volt ahhoz, hogy nem. És a románok meg a bolgárok kimaradtak. Az Európai Unió egyre inkább emlékeztet a római birodalomra, annak is arra az időszakára, amikor megérkeztek a barbárok. Az volt a koncepció, hogy befogadják őket azzal, hogy a kultúrájukat majd római mintára átalakítják, a katonai erejüket pedig a birodalom védelmére használják fel. Milyen jó ötlet volt az is, hogy bejött. Politico. Kailit felfüggesztették az EU Parlament alelnöki posztjáról a katari botrány miatt. A görög alelnök nőt egy katari tiltott lobby tevékenység miatt indított korrupciós vizsgálat részeként tartóztatták le. Hivatalban lévő alelnököt vittek el. Nem tudom, hogy mi van a brüsszeli mentelmi joggal, de hogy nem úgy működik, mint a magyar, az biztos. Érdekes, hogy éppen Katart vádolják ezzel nyilvánosan, és az is érdekes, hogy éppen most. Az pedig, hát még annál is érdekesebb, amiről eddig beszéltem, hogy még meg sem várták, hogy valamelyik nyomozóhatóság, vagy tudom is én kicsoda, érdemben brekegjen valamit, már leváltották. Utoljára a Szovjetunióban tolták ezt így, illetve a tanúban, amikor Pelikánnak véletlenül odaadták az ítéletet. De hát milyen szép is az európai jogállam. A játék kedvéért tételezzük fel, hogy minden, amiről most beszéltünk, ugye eddig az így volt, viszont akkor érdeklődni szeretnék, hogy az európai autógyártók által lefizetett képviselőkkel mi van, a Szilícium-völgy által lefizetett európai parlamenti képviselőkkel és döntéshozókkal mi van, meg az amerikai értekekért aktívan harcoló európai vezetőkért és képviselőkért is aggódnék, illetve az oroszok meg a kínaiak által lefizetett parlamenti képviselők iránt is érdeklődni szeretnék, illetve úgy általában véve minden második európai politikussal, úgy mi van, miért vannak ők szabadlábon. Tudom, üres lenne a terem, csak hát érdeklődnék, hogy ez hogy van. Valahogy nem volt sürgős őket eddig elvinni. Lehet, hogy köze van ennek a foci VB-hez, illetve annak még esetleg köze lehet ehhez, hogy Katar nem akar vagy nem tud annyi gázt eladni az EU-nak, mint amennyit az EU megvenne tőle, mert hogy vannak másokkal már szerződései. De csak hangosan gondolkodom. Kurbanik P.L. A NATO vezetője nem reménykedik, 2 pont. Félek egy nagy háborútól Oroszországgal. Az ukrajnai háború kicsúszhat az irányításunk alól, és nagyszabású konfliktussá fajulhat Oroszország és a NATO között, amely az egész kontinenst érintheti, mondta Jens Stoltenberg, NATO főtitkár, illetve a NATO legfontosabb feladata egy teljes körű háború megelőzése Európában, ezen dolgozunk nap mint nap. Ja, főleg akkor, amikor fegyvereket küldtök, műholdképeket adtok át az ukránoknak, vagy rávezetitek a rakétákat egy orosz katonákkal teli célra. A sokat segít. CNBC. A képviselőház elfogadta az azonos neműek házasságának védelméről szóló törvényjavaslatot, amelyet Biden asztalára küldenek. Az amerikai képviselők nagyon érzik a világ végét, és az események ütőerén tartják az ujjukat, ezért pontosan tudják, hogy mivel érdemes foglalkozni ebészterhes időkben. Gazeta.ru. A korrupció ellenes harcost kenőpénz átvételén kapták. Vesztegetés miatt letartóztatták az Arhangelszki régió belügyminisztériumának korrupció ellenes vezetőjét, egy bizonyos Dmitri Murisov tábornokot, az FSB vette őt őrizetbe, és most jelenleg kihallgatás alatt áll, nagy arányú megvesztegetéssel vádolják. Oroszországban is minden stabil. TMZ. Kanye West lett az év antiszemitája. A Stop Antisemitism nevű szerveződés 10 jelölt közül választotta ki Je urat, aki hát az elmúlt időszakban igen érdekes dolgokat mondott, például azt, hogy bocsássanak meg a zsidók Hitlernek, illetve, hogy nem tudják ráerőltetni másokra a fájdalmukat. Ezek után szeretném küldeni Kanye West-tel a Stronger-t, és küldöm mindenkinek, aki szereti. Ez volt a News. Turóci Richardal. Ne filiujcsitek el filiratkozni. Van hoza egy csenge is. Telegram t.me/turóci Richard. Instagram Richard Turóci. TikTok Richard.turóci. Mara Eni. Csá!